Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kolléginák, kollégák, engedjék meg, hogy az Óbudai Egyetem rektora és felsővezetése nevében szeretettel köszöntsem ezen mai délután résztvevőit, a rendezvénynek a résztvevőit, és örülök, hogy ilyen szép számban jelentek meg. Ugye sokan ismerjük is egymást innen-onnan az elmúlt jó pár évtizedből. Engedjék meg, hogy egy-két gondolatomat megosszam önökkel. Azt szokták mondani, hogy a jelen az egy absztrakció. A jövőben meglévő álmaink, terveink, lehetőségeink a jelenen keresztül materializálódnak, válnak valóra, és rögzülnek tényekké, ami aztán a múltba megy. Az idő rádob egy egyre homályosodó leplet, és lassan ezek a tények, ezek az értékek elfelejtődnek, másképp emlékszünk rá, lassan el is vesznek. Márpedig ezekre a tényekre, ezekre az értékekre szükségünk van. Ugyanúgy, ahogy egy fának is szüksége van a gyökerére, nem csak azért, hogy mechanikailag stabilan álljon, hanem azért is, hogy a táp értéket föl tudja szívni a talajból, és egész a fa tetejére víve a legfrissebb, legújabb hajtások sejtjeibe be tudja építeni. Ugyanígy minden közösségnek szüksége van a múltjára, az értékek megőrzésére szüksége van erre a folyamatra, hogy lényegében egy harmonikus egységet tudjon alkotni a jövő, a jelen és a múlt. Ehhez a folyamathoz mi lehet jobb hely, mint egy iskola, jó értelembe véve iskola, tehát egy egyetem, főiskola, ahol azért jönnek be a fiatalok, hogy megtanulják a szakmát, részévé váljanak egy társadalomnak, egy közösségnek, megtanulják a szakma csínyát, bínyát, és egy kicsit elsajátítsák a szakmának a kultúráját is. Erre törekszünk mi is, hogy amikor a tudást átadjuk, akkor átadjuk egy kicsit a szakma történetét, átadjuk egy kicsit a szakma kultúráját, és természetesen a szakma szeretetét is. Ezért örülök, mint informatikus én is különösen, hogy ez a fórum létrejött, és ez a fórum ez működik. Ez a fórum szépen működik, és ahogy lehet látni a terveket, nem is fog meghalni, hanem szépen fejlődni fog tovább. Mi arra törekszünk, hogy ezeket az értékeket, amelyeket itt a fórum segítségével dokumentálnak, ezeket az értékeket lassan átadjuk majd a hallgatóknak is, és így neveljük a jövő informatikusait. Ehhez a mai délutánhoz kívánok akkor ennek értelmében alkotó légkört, kellemes együttlétet, és tulajdonképpen egy ilyen baráti légkört az egész rendezvényen. Köszönöm szépen a figyelmet!